Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás november hónapra a vízöntő jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, például ezt a havi jóslást, a díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A fejed fölött nincsenek kártyák. Az jelenteni a te gondolataidat, a te terveidet, de nem engeded meg azt, hogy valaki bepillantson a te gondolataidba, tehát nagyon zárkózott vagy. Sőt, itt is megjelensz a képen, és látható, hogy mennyire titokzatos vagy. A férfiakat itt ez a kártya mutatja, vagy jelentheti a hölgyeknél a lelki társat. Most nincs olyan közelség, nincs olyan kapcsolat kettőtök között, holott ő szeret téged, itt van a szerelem, a találkozás, ő találkozni akar veled, ő ezt tervezi is, hiszen ez megjelenik a gondolataiban, de ő még nem ígérget semmit, hiszen a híd látható a háttérben, és az jelent egy átmeneti időszakot. A múltban voltak viták, veszekedések, nézeteltérések, ő elkerüli most ezeket az eseményeket, de nyitott arra, hogy legyen egy találkozás, majd később változtat valamit a helyzeten, hiszen döntéseket fog hozni, de ez még nem novemberben lesz így. Ami őt még foglalkoztat, itt egy csoport, vagy a nyilvánosság, és itt fogva érzi magát ebben az arany kalitkában, mert úgy gondolja, hogy mások nem veszik észre, nem kapja meg az elismerést. Minden olyan beborult, olyan felhős, nem lát át a dolgokon, vagy mások nem veszik őt észre. Itt az utak jelentik a változásokat, a döntéseket, sőt, ennek eljött most az ideje, hogy megjelenjen újra a nyilvánosságon, hogy másoktól megkapja az elismerést. De nem csak erről van szó, hanem találkozni akar veled, hiszen szeret téged. De el akarja kerülni azokat a dolgokat, ahol kicsit olyan komplikáltnak tűnik, vagy vannak nézeteltérések, ezekről nem akar beszélni, ennek ő hátat fordít. Itt megjelenik a jósnő, és ez a kártyavetőnő jósol nektek, és mondja azt, hogy mennyire fontos lenne bepillantani itt a tükörbe, kimutatni a nyitottságot, hogy legyen egy találkozás, hogy legyen egy közeledés, hogy éld az álmaidat, így tudtok egymással tisztázni valamit. Sőt, a kártyavetőnő azt is mondja, hogy az otthont illetően lesz itt ez a nyitottság, vagy tanulsz valamit, ki tudsz építeni valamit, lesz egy fontos hír, vagy szerződések. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Mögötted megjelenik ez a gólya, jelenti a változásokat. Sőt, itt lesz egy utazás, lesz egy új irány, itt vannak a külföldi kapcsolatok. És keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Egy vonalban vagy a hajóval, az jelenti az utazást, a külföldi kapcsolatokat. Ez az út lehet egy belső út, egy lelki út is. Itt ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, lesz mozgás,
előre mennek az események, lesz vele egy találkozás, és itt a kereszt erősíti a hitedet, vagy jelent döntéseket, amikor ezen az élet úton elérkezel ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányban. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, itt a csillagok szerencsét hoznak, a jósnő jósol neked, itt vannak lehetőségek, ez az ablak jelenthet internet kapcsolatokat is, és ez a papír tekercs utalhat egy hírre, vagy szerződésekre. Az is lehet, hogy érdekel a kártyavetés, az asztrológia, és ezen a területen szeretnél dolgozni, akkor itt a ház jelentheti azt, hogy ezt ki tudod építeni, vagy dolgozol otthonról, és itt van a tudás, a kreatív tevékenység is. Ez a férfi ezzel a találkozással van egy vonalban, tehát ez fontos számára. Ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban van, itt vannak találkozások, kereskedelmi kapcsolatok, vagy egy csoport, ahol ő fogva érzi magát, minden olyan átláthatatlannak tűnik, vagy mások átnéznek rajta. Ő változtatja az irányt, itt lesznek lehetőségek, és ő élni fog ezekkel a lehetőségekkel. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt van a tevékenység, a munka, a szerződések, a beszélgetések. Itt kinyílik ez az ablak, ezek lehetőségek, sőt az ajtó is itt van a közelben, az is kinyílik. Itt van egy jó kapcsolat, vagy ez a virágcsokor jelenthet egy jó lehetőséget, vagy kreatív tevékenységet. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák az egyes heteket illetően. Első hét november hónapban itt látható. Valami még beborult, valami átláthatatlan. Fogva érzi magát ebben az arany kalitkában, de rád is ki tudhatni, lehet, hogy te is fogva érzed magadat egy bizonyos csoportban, vagy a munkát illetően. Itt vannak ugyan kapcsolatok, beszélgetések, de itt van a játék, valaki játszadozik veletek. De megváltozik a helyzet, hiszen a gólya jelenti a változásokat, te irányíthatod a dolgokat, itt a fa azt jelenti, hogy elérkezel oda, ahova szeretnél, ahol le tudsz gyökerezni. A fának van gyógyító ereje is. Második hét, november hónapban itt látható. Fontos a nyilvánosság, egy új irány, fontos döntések, ennek eljött az ideje. Itt egy tevékenységről, vagy munkáról, hivatásról, szerződésekről van szó. Itt lesznek külföldi kapcsolatok, előre mennek a dolgok, itt szerencse lesz, meg vannak a lehetőségek, lesz egy jó hír, vagy előnyös szerződések. Harmadik hét, november hónapban itt látható. A kártyavetőnő azt ajánlja, hogy legyen egy találkozás. Legyetek erre nyitottak. Itt is látható a nyitottság, újra a találkozás. Sőt, a könyv jelenthet szintén nyitottságot. Ami az otthonodat illeti, itt lesz egy ajándék, egy meglepetés, vagy egy szép otthon, vagy egy látogatás. Utolsó hét, november hónapban itt látható. Ez a férfi szeret téged, de úgy közli, hogy még ez egy átmeneti időszak. Voltak félreértések, és elkerüli ezeket a beszélgetéseket. Lesz egy jó hír, vagy előnyös szerződések, ahol tisztázódhat valami.
Itt a csillagok szerencsét hoznak, megvannak az álmok, az elképzelések, legyen meg a hited ebben, és légy még olyan titokzatos, visszahúzódó, de bízz abban, hogy az álmaid megvalósulnak. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!